Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Felelős Szülők Iskolája nézőit, tanárokat, szülőket, diákokat. Tibenszki Móni Liza vagyok, a Felelős Szülők Iskolájának az alapító ügyvezetője, illetőleg a Mozaik Múzeum túrának, mint múzeumpedagógiai programnak a vezetője. És nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Kemecsi Lajost, aki a Néprajzi Múzeumnak a főigazgatója, és a Mozaik Múzeum túrának pedig a szakmai partnere, szakmai kitalálója, megálmodója. Szia Lajos! Szervusz, Liza, én is köszöntöm a nézőket. Nagyon köszönöm, hogy volt kedved ehhez a beszélgetéshez, hiszen mi évek óta dolgozunk együtt, és nagyon sokszor beszélgettünk nem így nyilvánosan az értékteremtésről, a hagyományápolásról, és ugye egy éve a Nemzeti Összetartozás éve kapcsán azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne leginkább a hagyományokat, a kultúrát, a néprajzot, amivel ugye ti napi szinten foglalkoztok, megmutatni akár a diákoknak, akár a felnőtteknek is, mert valljuk be őszintén, hogy nagyon darálunk, és hát ráadásul egy olyan pandémiás időszak van, ahol sajnos vannak olyan fókusz dolgok, amire rá kell nyúlni. De hogy térjünk ehhez vissza, hiszen a mai témánk ez az értékteremtés, a hagyományok őrzése. Nagyon széles látóköröd van, akár az európai, akár a belföldi múzeumpedagógia, múzeológia területén. Hogy látott te ezt a kérdéskört? Hogyan lehetne a mai diákoknak, de akár a felnőtteknek is ezeket az értékeket úgy átadni, hogy az úgy éljen, és szeressük, és ismerjük a mintákat, a dialektusokat, azokat a dolgokat, ami ugye a történelmünk. Hát először is nagyon köszönöm a megtisztelő és engem túlbecsülő fölvezetést. Tehát biztos számos ember van, aki hasonló vagy akár még nagyobb látókörrel is bír ezen a területen. Az való igaz, hogy egy országos közgyűjteményt vezetek most már egy ideje, és előtte is igen aktívan dolgoztam a múzeumi területen, ami az érték közvetítés, érték megőrzésnek egy szerintem a legizgalmasabb, de biztos elfogult vagyok, mindenesetre sajátos közege. A kérdésedre térve azt hiszem, hogy a legfontosabb ebben a helyzetben is az az, hogyha fölismertetjük, hogy valóban értékről van szó. Tehát, hogy az, amit akár a Néprajzi Múzeum, akár más közgyűjtemény, múzeum, de egy helytörténeti gyűjtemény, egy tájház őriz, az valódi érték, az nem unalmas, poros tárgyak kollekciója, az nem egy plusz teher egy önkormányzat vagy egy állami fenntartás számára, hanem valódi értéket jelent, mégpedig sok szempontból kibontható és hasznosítható értéket. Lehet ezt csúnyán és nagyon szakszerűen is fogalmazni. A múzeológiában elég közkeletű az a vélekedés, hogy a múzeum az idegen szóval indoktrinációs eszköz, tehát hatalomgyakorlási eszköz, a fenntartó számára, legyen ez a fenntartó, mint egy állam, és az állam számára fontos értékeket, üzeneteket az intézményi küldetésbe csatolva lehet korszerű eszközöket felhasználva, partnereket találva, mint mondjuk a Mozaik Múzeum túra is mutatja, mint mondjuk a felelős szülők is, mint partner teszik, ezeknek az érték közvetítési ismeretátadási folyamatoknak a kiteljesítését elindítani. Tehát ez a legfontosabb, elismertetni, fölismertetni, hogy ezek valóban értékek. Milyen módszerek vannak ehhez? Mert ugye ezen dolgozunk évek óta, tehát a Mozaik Múzeum túra, hogy az Örökség Kultúrpolitikai Intézetnek a programja, amit veletek közösen, sok-sok gondolkozással, több száz múzeum bevonásával próbálunk az iskolai falak közé elvinni. És azt szerintem mondhatom, hogy nagy sikerrel. Amikor személyesen mentünk, akkor is nagyon szerették a gyerekek azt, hogy élménypedagógiai programok voltak, hogy egy-egy, ha úgy tetszik, nyilván nem műkincse, de egy tanításra alkalmas eszközt, akár egy lábszárat, ahogy a Természettudományi Múzeumhoz, és azt lemérték, és ahhoz viszonyították annak a csontváznak a méretét, vagy egy-egy virtuális teret bemutató eszközt elvittünk, megmutattuk, most ugye az online térbe helyeztük át. Azt a pontot keresem, és erre vagyok kíváncsi a te véleményedre, hogy a mai kor generációjának, akiket borzasztóan tisztelek és szeretek, mert nagyon impulzívak, nagyon kreatívak, de nagyon gyors instant élmények kellenek nekik, és nagyon gyors siker. Hogyan lehet azt az egyébként diszonáns, mert egy viszonylag lassú, szépen megismerhető, történelembe, hagyományban rendelkező kultúránkat átadni, hogy megszeressék ezt, hogy van-e erre valami módszer, amit te jónak látsz, akár jó gyakorlat, amiben te vettél részt, akár külföldi tapasztalat. Hogy látott ezt? Hát ezt
Ez most nem egy rövid beszélgetés, de annyira nem lehet elég hosszú, hogy minden ilyen típusú gyakorlatra, vagy problémakörre, vagy megoldásra rámutassunk. Engedd meg, hogy először egy picit a kiindulásról beszéljek. Tehát, hogy akkor tud érdemben ilyen tevékenységet folytatni egy kutatási intézmény partnereként, akár a szülőkkel, akár az iskolákkal, akár szakkörökkel, akár a szabadidő eltöltés, tehát amikor nem irányítottan iskolai osztálykiránduláson zajlik egy ilyen kapcsolatteremtés, mint egy idegen bolygóra érkezőkkel, akkor tud hitelesen működni, ha tisztában van a saját értékeivel. Tehát először az intézményeknek, a múzeumoknak kellett, vagy kell, ha ez még nem történt meg, fölismerni, hogy ő nekik ez dolguk, hogy nem elefántcsontoronyba elzárkózva a tudomány magas műhelyeként ez egyedüli küldetésük, hogy így működjenek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tudománynak, mondjuk a 18. század, tehát 200 évvel ezelőtt egyértelműen azt mondták, hogy a tudomány műhelye a múzeum. Aztán volt egy módosulás, aztán lett belőle az, hogy attrakcióvá válik, egy kicsit kilengett az inga, és én úgy érzékelem, főleg nemzetközi, de hazai tapasztalatok is ezt mutatják, hogy újra vissza a szerintem normalitás felé, tehát hogy nagyon fontos a korszerű tudományos műhelyként való működés, és itt tudomány alatt például a múzeumpedagógiát is értem, az andragógia, az ismeretátadás különböző szegmenseit, de ugyanígy a szaktudományi kutatásoknak, vagy a tárgytörténeti kutatások, tehát van egy tudományos rész. Ez nem különülhet el teljesen az ismeretátadási résztől, mert akkor lesz igazán egyedi, és mondjuk egy élményparkkal is fölveheti a versenyt egy múzeum, azzal, hogy van egy nagyon biztos, hiteles tudása. Tehát ami megkülönböztet egy múzeumot egy élményparktól, ha már egy témaparktól, vagy ugye így szokták ezeket mostanában mondani, az, hogy van saját gyűjteménye. És itt indul a dolog, hogy az a gyűjtemény hiteles legyen, föl legyen tárva, tudja, hogy mit őriz. Arról is sok munka van ebben, elnézést, hogy így fogalmazok, a múzeumok részéről. Tehát nekünk most a Néprajzi Múzeum aktuálisan költözik, emiatt be van zárva, emiatt még inkább digitalizálunk, és minden tárgyat ötször kézbe veszünk, meg restaurálunk, becsomagolunk, meg kicsomagolunk. Tehát így mi most tudjuk, hogy mink van, és ez egy óriási potenciál, egy hatalmas lehetőség, amire aztán múzeumpedagógiai programokat készül az új állandókiáltás koncepció. Tehát csak ezt példaként hozom, hogy a kiindulási helyzet kell először. Az intézmény legyen tisztában a feladatával, ez neki dolga, és megvannak hozzá az eszközei. Hogy milyen jó gyakorlatok vannak, a számtalan van. De ugye itt is el kell azt fogadnunk, hogy nincs csodaszer. Nincs olyan gyakorlat, ami generálisan minden ország, minden intézményében ugyanúgy működne. Tehát nem elegendő elmenni és valahol látni valami nagyon ránk, vagy a családunkra, vagy az akkor ott velünk lévő közösségre, csoportra, osztályra jó hatást gyakorló megoldást, és azt egy az egybe átültetni, mert az nem lesz jó. Az nem fog szervülni, az idegen lesz, az hiteltelen lesz. Tehát ezért kell a saját tudást igazítani. Egy tájház a saját tudását, a saját helyben összegyűjtött, megismert értékeit tudja hitelesen bemutatni. Egy regionális múzeum, ugye egy országos múzeum, egy szakmúzeum, az már csaponthat. Az már nagyon bátor lehet, az ott már megjelenhetnek nemzetközi ötletek. Ugye van egy hatalmas versenyfutás, hogy szülőként, felnőttként aggodalommal látjuk azt, hogy a virtuális világ beszippantotta ezt a generációt, vagy ezeket a generációkat, mert most már így mondhatjuk, hogy több generációt. Vajon az-e a megoldás, hogy telepakoljuk, úgymond kütyükkel a kiállításokat, a múzeumokat, az élményt, ezzel a képernyő keresztül egyébként is meglévő, vagy most már a hologramokkal, vagy a 3D-vel, a virtuális szemüvegekkel ezeket alkalmazva akarunk. Nyilván van előnye annak, ha egy intézmény képes erre reagálni, és meg tudja mutatni a saját gyűjteményét, tudását, izgalmas témáit, akár egy-egy ilyen korszerű eszközzel. De ez nem helyettesítheti azt, amit viszont csak ő tud, hogy mondjuk eredeti tárgyakkal való helyszíni kontaktálás, kapcsolat, demonstrációs tárgyak kézbevétele, interaktivitás, nem olyan szinten, hogy gombot kell, vagy egy kurzort kell lávinni valamire, és vagy egy gombot megnyomni, hanem közvetlenül megtapasztalni anyagokat, technikákat megismerve, itt ugye ez az aktív, a különböző műhelyekkel, vagy bemutatókkal,
kézműveskedéssel, aktivitással, hát ezt csinálják. A jó pedagógus nyilván ezt érzékel. A másik, hogy egy hihetetlen ellenállás van, ami szerintem átörökített, mert más magyarázatot nem tudok, mert saját tapasztalata nincs a gyerekek nagy többségének. Most ugye kiesett legalább egy év, hogy személyesen van, aki még nem volt középiskolásként, például az osztályával közösségbe sehol, mert úgy kezdte el, hogy nyolcadikosként elkezdte, és aztán egyszer csak itt találta magát egy képernyő előtt. De mégis van benne egy ellenállás, hogy Uram Isten, csak múzeumban ne vigyenek minket. Sőt, én voltam osztálykiránduláson kísérőtanár többször is, és voltam a másik oldalon múzeumi dolgozó, ahol döbbenettel láttam a pusztulást sugárzó, az előre, Uram Isten, itt fognak eltemetni arckifejezéssel iskolásokat, meg azokat, hogy föl kéne gyújtani az összes múzeumot felkiáltást. Tehát, hogy, és egyébként ebben az a vicces, hogy ezt a nagyon szélsőséges fogalmazást, ezt időnként tudós emberek is mondják, hogy például a néprajzi múzeumokról volt egy olyan vita, hogy van-e értelme, és hogy nem bűne az, amit a néprajzi múzeumok elkövettek az elmúlt évszázadokban, hogy például a gyarmatosítással összefüggésben úgy szerezték be a gyűjtemények nagy részét, hogy ez a rettenetes károkat okoztak az eredeti közösségeknek. Ez egy tudományos vita. És ezért volt olyan, aki szándékoltam előadásában, provokatív céllal, vagy tanulmányában, hát föl kell robbantani, be kell szántani. Vagy volt, aki még radikálisabban fogalmazott, azt mondta, hogy hát a néprajzi múzeumok, azok olyan, mint a bordélyházak. Tehát, hogy kiszolgálják ilyen nagyon alantas vágyakat és ösztönöket, és olyan tárgyakat mutogatnak, amik igazából nem a tisztességes és hiteles tudást. Ezek a szándékoltan szélsőséges megfogalmazások az én filmben nagyon izgalmasan egybecsengtek, amikor azt láttam, hogy egy általános iskolai 8. osztály milyen rettegéssel nézte a múzeum bejáratát, hogy nekik ide be kell menni. Az más kérdés, ha már bent voltak, és ott ráadásul felkészült, elkötelezett, elhivatott, erre áldozó, mert ez nem a fizetésen múlik, nyilván meg kell élni valamiből, annyit úgy se tudnak fizetni egyébként ebben a szférában, hogy ne kelljen mellé egy elköteleződés. Tehát, hogy de arra se lehet számítani, hogy csak az elköteleződés viszi majd az embereket, hogy tartja a pályán, a múzeumokban, a közgyűjteményeket. Tehát meg kell találni az egyensúlyt. És ha ilyen szereplők vannak, akik értik a dolgukat, felkészültek, továbbképzik magukat, nem ugyanazt a szöveget darálják le egymás után 400-szor, ami nem könnyű egyébként, hogy önmagunkat is motiválva elismételjük, és lehet ezt variálni, de hát nem olyan egyszerű, akkor megtörténik a csoda, amit te is számtalanszor láttál, aminek közreműködője voltál, amit együtt, mikor néztük a Mozaik Múzeum túrának egy-egy iskolába kitelepült különböző intézmények, múzeumok, gyűjteményeknek az anyagait, ahogy találkoznak a gyerekek, hát ott egy átlényegülés van. Az iskola falain belül, ami eleve ugye egy súlyos, nyomasztó dolog, bocsánat, hogy így fogalmazok, minden pedagógustól elnézést kérek, de hát ez egy iskola, hát idézzük fel a gyermekkorunkat, hogy hogy gondoltunk az iskolára, biztos mindenki odarohant vasárnap reggel is, és dörömbölt, hogy engedjék be. De azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy amikor én kezdő múzeológus voltam, kaptam iránymutatást, hogy például egy szobormásolati gyűjteménybe megjön a csoport, egy osztály, és ott az antik művészetnek a csodálatos egy az egyes gipsz másolatai vannak, semmi interaktivitás nem volt, maguk a szobrok voltak összegyűjtve egy térben, a címük oda volt jó esetben írva, ami ugye hát annyira sokat nem mondott se görög, se a latin mitológia, és pláne egyiptomi isteneket ábrázolt. Tehát a lényeg az, hogy belökték oda az osztályt ebbe a térbe, hogy itt leszünk egy órát, és akkor a bácsi pedig magyarázni fog, és nekem ezt úgy adta át, nem fogom megmondani, hogy kicsoda, abban az intézményben dolgozó, hogy itt van a leírás a szobroknak, de ha rám hallgatsz, annyit mondasz, hogy a földszinten az egyiptomi és görög, az emeleten a római szobrok vannak, jó szórakozást kívánok. Tehát így is lehet, de lehet, hogy ez senkinek nem jó. Mondok egy másik, nem baj, ha ilyen személyes? Nem, sőt, hogy viszont megvan az az élmény is, amikor szabadtéri néprajzi múzeumban, tehát ott dolgoztam ott is, és ott bizonyos szervezési és egyébként szükség megoldásként, de tudományos igazgatóként rendszeresen voltam teremőr egy-egy házban.
és nagyon, nekem nagyon szórakoztató, és jó volt, amikor megérkeztek a Skansen, ugye közkeltű néven nevezett látogatói, és akkor bejöttek a házba, és ez nem az első épület volt rögtön a bejáratnál, tehát ez már úgymond a sokadik ház, már úgy gondolták, hogy mi lesz benne új, hát itt is lesz át, meg asztal, meg szekré. És akkor bejöttek, és esetleg nem is kérdeztek én valamit, na mit gondolj, és akkor beszéltünk, és annyira szórakoztató volt időnként, ahogy ilyen 8-10 perc után én gyanúsan kezdtek engem nézni, ugye lógott a nyakamban egy ilyen múzeumi névtábla, és látod, silabizálják, hogy olyan írva, hogy tudományos igaz, és ne haragudjon maga kicsoda, ezt 15 ember kérdezték nap egy idő után, és akkor én hát megmondtam, hogy én mit a tudományos, és az a hát ez nagyszerű, tehát hogy ez remek ötlet, hogy a tudományos igazgató, és minden házban egy tudományos igazgató, nem. De ahogy, tehát mondjuk tudtam azokról a házakról olyan sztorit, mondjuk így, vagy olyan történetet, olyan háttérinformációt, amit nem lehet kiírni, mert nem lehet teleírni, meg úgyse olvassák el olyan mennyiségben, meg nem lehet egy számítógépes játékkal eljátszani, de el lehet mesélni, meg lehet mutatni, azt kellett mondani, hogy na, mit gondol, hogy miért itt van, vagy miért hívják ezt így, miből ered a neve, hogyan nyitná ki ezt az árat, hogyan csukná be azt a szekrényt. Tehát nyilván nagyon személyes, és ehhez rengeteg előismeret kellett, ami nekem megadatott, meg kényszerűségből évekig foglalkoztam annak a háznak, vagy annak a régiónak a néprajzával, történelmével. Föl lehet erre készíteni a munkatársakat. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mik a jó gyakorlatok, az egyik jó gyakorlat az az, hogy nem belökjük az ismeretátadási térbe a múzeumi munkatársat, hogy mindjárt jönnek a látogatók, és te meg majd őrzöd őket, mert ahhoz nem kell szakember, hanem őt föl kell tudnunk készíteni, és képeznünk kell, és rendszeresen, és képeznünk kell nem csak az úgymond szakmai tudását, tehát hogy újra elmagyarázni neki, hogy itt akkor milyen korszakot, mit is mutat be, miért ezt mutatja be, mi ez a kiválasztott műalkotás, vagy tárgy, műtárgy, vagy ez az egész jelenet mit akar, mert egyébként nagyon kreatívak a teremőrök az egész világon, ők kitalálják, ha mi nem mondjuk meg nekik a valóságot, ők ki fogják találni, és mi rémülten és döbbenten hallgatjuk inkognitóban, hogy mit álmodtak bele a teremőrök egy-egy múzeumi tárlatba. Sokkal jobb, ezt meg lehet előzni, hogyha mi elmondjuk a valóságot. Oda kell rá figyelni, képezni kell őket, és képezni kell őket az interakcióra is. Tehát arra is, hogy hogyan viselkedünk. Hogyan reagálunk vészhelyzetben, ha letörik a cipő sarka, ez egy kisebb vészhelyzet, vagy egy baleset, vagy bármi, azt is tudja a protokoll, és akkor maga biztos lesz, és érdemi segítséget ad. És hogyan reagálunk, ha nem kérdez, ha látjuk, hogy unja, hogy igazából csak a WC-t keresi. Tehát, hogy ezekre mind lehet felkészíteni. Ez munka, de hát egy munkát jól is el lehet végezni. És a jó gyakorlatok között, ezt kezdtem mondani, azok tetszettek nekem nagyon, ahol azt láttam, hogy a szakemberek, múzeológusok, művészettörténész, néprajzos történész, régész, a feladatának érzi azt, hogy fölkészítse az ismeretátadási munkatársat, együttműködve találjanak ki dolgokat, mert ő ugyan zseniális régész, és megtalálta jó Attila Koposaját többször is, de meg vagy egy fáraót, de mondjuk kevesebb 12 évesnek magyarázta még el az ásatás menetét. Viszont az a múzeumpedagógus meg 10 000 12 évesen találkozott már a pályafutása alatt. Úgyhogy ha együttműködnek, akkor képződik egy régi szóval, nekem tetszik, egy gyúelegy, amelynek az az eredménye, hogy belobban a fény, és működik a projekt, és eljut az az információ, ami miatt egyébként az egész múzeum létrejött és fönnmaradt, hogy tudást őrizzen meg és örökítsen. És akkor beszélhetek konkrét példákról, ha azt szeretnéd, Liza, de nyugodtan kérdezz inkább. Mert én belekapaszkodnék abból, amit mondtál, és utána jöhetnek a konkrét példák is, mert úgyis ugye a Mozaik Múzeum túra kapcsán most a virtuális Mozaik Múzeum túra a határon túl és innen, és ugye itt a magyarságunk, az értékek, erről is szeretnék kitérni, de hogyha már ennyire a tartalom,
marketingről beszéltél, és bocsánat, én marketinges vagyok, és újságíró, tehát ezt így tudom lefordítani magamnak, hogy ezeket az edukációs, ezeket az értékes tartalmakkal meg kell kínálni a közönséget, és az, hogy ez egy svéd asztalon milyen gusztusosan helyezkedik el, valahol itt lehet az egyik siker titka, és igen, ez ugye a múzeum pedagógia, a múzeum menedzsment, hogy egy gyerekhez, aki 10-12 éves, és tényleg homoinformatikus, és lehet, hogy sokkal jobban kezeli a netet, mint mi. Tehát, hogy mi is most tapasztaljuk, ugye május 6-án lesz ez a következő ingyenes, úgynevezett demo digitális edukációs múzeumi órák, ahol felsősök meg középiskolások csatlakozhatnak be. Olyan gyönyörűen virtuális, digitális feladatokat, most, hogy az egy Word Wall, vagy egy Mentimeter, vagy egy Redment a kvíz, lehet, hogy akik hallgatnak minket, életükben nem hallották ezt, és az sem baj. Tehát, hogy nagyon sok esetben mi tanulunk tőlük. Tehát egy olyan együttműködést érzek, és ennek, ahogy te is mondtad, az egyensúlyát, hogy most már van igény, tehát talán azt látom a tanárok oldalára, hogy értik, hogy ez a tananyagban milyen értékes dolog. A másik oldalról a múzeumpedagógusok és a múzeum részéről látom, hogy már tesznek cetliket a tartalmakhoz, hogy ez 5. osztály, ez 8. osztály, hozzámerünk nyúlni ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz, Petőfihez, mint Instasztárhoz. Tehát, hogy ne egy kicsit így leszettük ezt a távoli elefántcsontoron, csak megnézzük a festményt, és a etalon az elemzés, és nem lehet saját véleményünk. Tehát ezt az attitűdöt le tudtuk tenni, és talán ezért van az, hogy láthatjuk azt ugye itt hosszú évek munkája során, amit te is említettél, hogy együtt dolgozunk, hogy igenis csillogó tekintetek vannak a személyes eseménynél, és nagyon boldog résztvevők, ugye tavaly, amikor ezt elkezdtük az online, több mint 20 000 diákkal játszottam a nappalimból, nem hittem el egy másodpercig se, hogy ez ennyire jól működik, és 30 múzeum, és mindenki involvált volt, és így akár Zoom-on, máshogy forgattunk anyagokat, és nem ismertünk határokat, kvázi fizikai vagy földrajzi határokat sem. Arról akarlak téged kérdezni, hogy egyrészt te is így látod-e mondjuk a tanár és az iskola és a múzeumok együttműködését, mert én azt látom, hogy most már szívesen mennek, vagy mennének múzeumokba, mert hogy olyan klassz programok vannak, összeállítanak kitteket a múzeumok, fejtörőket, vonalvezetőt, találósokat, tehát a gamifikáció, játékosítás felé ugye elmentünk, és akkor én erre szeretnék, hogy ezek tapasztalatai neked a jó gyakorlatok kapcsán ide visszatérni, hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy határon túl és innen, és magyarság, és nemzeti összetartozás, és akkor az összes tapasztalatodat összevetve, ami tanár is, múzeológus is, nagy rálátásoddal a múzeumpedagógiára, akkor mi az, amit mondjuk a diákoknak te kiemelnél? Mi az, ami... Most csak mondok egy tárgyat, de érteni fogod, hogy mire gondolok, hogy nekem például a tulipános láda, az nagyon sok mindenről beszél. De hogy vannak-e például szerinted is ilyen kultikus dolgok, amit hogyha végigjárunk, 5-öt, 3-at, 10-et, nem tudom, akkor azért úgy nagyjából ennek az ízét, a szagát a gyerekeknek át tudjuk adni. Nyilván ízeket, szagokat virtuálisan nehéz, hitelesen, mindent el lehet. Egyébként most már azt gondolom, ez is megoldható, de egy kicsit komolyra fordítva, tehát, hogy az, amit küldetés, ez egy jó szó, és van is küldetés nyilatkozata, elvileg minden átgondolt a működő intézménynek, múzeumnak is van. De az egyik legfontosabb küldetése a kulturális intézményeknek az identitás kérdésével foglalkozik. Az identitás alatt a nemzeti identitást is értjük, a személyes identitást, vallási identitást, közösséghez tartozó, helyi identitást, tehát az identitásnak számtalan szintje van, és ezen a nagyon sokféle szinten, ezek többségénél egyértelműen a múzeumoknak van üzenete, tud segíteni, meg tud értetni helyzeteket. Időnként lehet, hogy nem ad biztos válaszokat, de legalább jó kérdéseket fogalmaz meg, és az legalább olyan fontos. És amikor azt mondtad, hogy marketingesként, szakemberként, hogy mit kínál a múzeum, igen, föl kellett ismerni, ha ez nem árucik, ez egy érték. De hogy valódi érték, ezt kell tudnia képviselni. És az identitásban, például a magyar identitás megőrzése, fölismertetése és ápolása, ez egy nagyon erőteljesen a küldetésben megjelenő
igény a fenntartók részéről is, az itt dolgozók részéről, tehát egy belső ösztönző erő is van, és ott van ez a sajnálatos, de tény, hogy a jelenlegi államhatárok ugye nem esnek egyben a nemzet és a nyelvterület határával. A mai országhatárokon túli intézményekre koncentrál ez a most május 6-án is induló demóprogram. Most több mint 20 intézmény lesz így benne. Amit ha végigjárna az ember, akkor megkapná azt a teljesség élményt, amire te is utazt. Lehet kiválasztani tárgyakat, de például ahhoz, hogy ezeket tudjuk, hogy mik vannak, tehát hogy például tudjuk azt, hogy mi van a határon túli magyar vonatkozású gyűjteményekben, ehhez digitalizálni kell. Ez is egy ilyen furcsa dolog, ezt nem egyszerűen, ezt le kell fényképezni nagyon profin, digitális fényképet kell, vagy filmet készíteni róla, föl kell tárni, restaurálni kell, hozzáférhetővé kell tenni, kutathatóvá kell tenni. Ugye szinte hetente olvasható a médiában, hogy valamelyik nagy múzeum megnyitotta a teljes vagy nagyon nagy gyűjteményeit, és kutathatók szabadon. Vagy az archív fotók kezelésének a kérdése, hogy ez most vannak ugye személyiségi jogok, szerzői jogok, ezeket hogyan lehet kezelni. Ez a múzeumokban kicsit más jogszabályi környezettel van jelen, mint egy civil kezdeményezésnél. De itt is kezelni kell. Tehát mi például a Néprajzi Múzeumban már a Nemzeti Összetartozás éve alkalmazott tavaly elindítottunk, azóta is tart egy program, székelyföldi magyar múzeumoknak a gyűjteményét, a digitalizálást és a virtuális közzétételt segítjük szakmai tudással, egy nagyon komoly forrásból beszerzett világszínvonalú eszközzel, eszközökkel, amiket oda telepítettünk, és ők használják. Mi megmutattuk, megtanítottuk, hogy mi az, amit javaslunk, az adatbázis kezelésnek a legkorszerűbb megoldásaival, és előbb-utóbb ezek a gyűjtemények is olyan bázist jelentenek majd, akár Székelyudvarhelyen, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, hogy szabadabban, könnyebben, hasznosabban tudják az ismeretátadásban a pedagógusoknak, a diákoknak, az érdeklődőknek, a kutatóknak is közreadni. Tehát ezek nem csettintéssel, nem egy-két nap alatt, ezek pontosan az ilyen jellegű programok, mint amiről beszélgettünk, hogy például a Mozaik Múzeum Tura több éves tapasztalatával, több száz múzeummal nagyon, tehát nem egyszerűen listáink voltak, és vannak meg könyvek jelentek meg, amik nagyon fontosak, hogy meg vannak, össze van gyűjtve, hanem személyes és interaktív működésből való tapasztalatok alapján tudunk nyilatkozni, hogy mik azok a potenciális kitörési pontok, ahol érdemes tovább fejleszteni, ahová középiskola kell, van, ahol általános iskolás kell, van, ahol például a megint idegen szóljon, vigyázat, a participatív, tehát az együttműködésre épülő tevékenységet kell erősíteni. Nekünk most megint sajnos kénytelen vagyok Néprajzi Múzeumos példát mondani, nagyon benne vagyok, ugye, hogy költözésünk mellett készítjük az új állandó kiállítást. Ott lesz egy új ifjúsági kiállítás, az most belső neve IFIKI. Mi még így hívjuk ma, és most elindul majd egy kampány, például egy névkereső kampány, amihez az kell, hogy már most elmondjuk, hogy mi ez a kiállítás, miért izgalmas, várjuk majd a jelentkezőket, hogy legyenek alkotótársaink, találjuk együtt a nevét ennek a dolognak. Bevonunk a tervezésbe is már közösségeket, hogy tényleg, és ez ugye van egy olyan kép a múzeumokról, hogy azok egyszer elkészül egy kiállítás, az úgy marad, és akkor az úgy van. Na most például pont az IFIKI, vagy egy ifjúsági kiállítás, vagy az új állandó kiállítás, hogy nagyon szeretnénk, hogy ez a korábbi évszázad alatt kialakult elképzelés, hogy egy múzeumi kiállítás az változatlan, ezt tudnánk kérdezni, hogy ez nem így van. A látogató kijelzéseire reagálva, a szaktudomány új eredményeire reagálva lehet változtatni, módosítani, más típusú műtárgyösvényeket kijelölni. Most elkezdtük pont a múzeumpedagógusokkal együttműködve, hogy majd az új állandókítás több ezer négyzetméteres terében milyen műtárgy útvonalat, milyen ösvényt javaslunk majd egy-egy tematikához. Tehát, hogy ne kényszerítsünk mindenkit arra, hogy mindig végignézze az egészet, akit mondjuk az nem érdekel, de akit mondjuk a házi állatok érdekelnek, vagy akár a hasznos ökológiai tudást szeretne, tehát hogy hogyan hasznosították korábban az anyagokat, és hogy nem volt szemét, és hogy érted, mire gondolok. Tehát, hogy ezeket a témákat is végig lehet követni. Úgyhogy
azon túl, hogy be kell vonnunk a kitalálásba, a megvalósításba is a látogatót. Ezért nagyon népszerűek a külföldön is, és hazánkban is egyre inkább ezek, amikor beöltözünk, és az élő történelmet játsszuk el, felkészült szereplőkkel, akik tudnak válaszolni a kérdésre, hogy miért is azt csináljuk, miért ezeket a szavakat használjuk a program, mert azt végig, az egy ugyanolyan, mint egy színdarab. Tehát ott van persze helye a rögtönzésnek, meg a reagálásnak, de ott nagyon profin kell tudni, akkor lesz jó. És oda be lehet vonni a közönséget, akkor legyen ő is szereplő, ő is kapjon egy ruhadarabot, ő az a gyerek öltözhessen be, és akkor ő is végezzen valamilyen tevékenységet. Hogy mondjuk vegyen részt egy ásatáson. Lehet ez virtuális is ez a részét. Szóval igen, ez a közreműködés, együttműködés és a bevonódás az egyik úgy. Ezt egyébként azért nehéz ügy, mert ugye az elején a beszélgetésünknek említettük, hogy hogyan fogunk mi versenyezni a virtuális világgal, meg hogy kell-e versenyezni. Nem is, mert azt nem fogjuk tudni, tehát azt, amire például a játékok épülnek, hogy a nagyon gyors eredményesség, tehát hogy eredménytérekkel haladok tovább, megint megcsináltam, és ha véletlenül kiestem a jár, akkor újra tudom kezdeni, sőt újra is akarom kezdeni, mert nem igaz, hogy nem jutok el a következő szintig. Tehát ez az agyat bombázó, meg az adrenalin szint megnövelése, sok mindent befolyásoló tényezők, a gamifikáció, a játékosság tételt, meg a pozitív elemeit nálunk is lehet alkalmazni. Anélkül, hogy mondjuk addiktív legyen, tehát hogy rászoktassuk. Én az olyat attól azért nem tartok, hogy mondjuk ilyen múzeum szenvedélybetegek kérdezik. A hatékony mozaik múzeumtúra miatt, bár van egyébként egy olyan fogalom, hogy múzeumbetegség, ezt általában én amennyire tudom, az Egyesült Államokban vizsgáltak ilyet, különösen nagyon, nagyon nagy erejű kulturális élményt nyújtó tárlatoknál, amikor egyszerűen akkora impulzust kap, mondjuk egy olyan esztétikai csomagba ütközik, mondjuk a New Yorki Metropolitan Múzeum állandó tárlatán 8 órát eltöltő látogató, hogy utána a Central Parkban egyszerűen ül és nézi a vizet, ez mondjuk én voltam, tehát hogy mert nem lehet ezt olyan gyorsan feldolgozni, de ez egy másik típusú múzeumbetegség, mint az, amikor az ember mondjuk moly fertőzést kap. Tehát... Én egyébként jól mosolygok, mert ugye nyakig benne vagyunk a Mozaik Múzeum túrának a virtuális határon innen és túl forgatásaiba, és ugye a felvételen kívül meséltem neked, hogy én a Csángó Néprajzi Múzeum után Eszterházi birtokkal forgattam, ugye Eisenstadtba, ott az Eszterházi a kultúrája, most pont előtted a kollégákkal a Néprajzinak a gyűjteményéről, és ott a motivumvilágról, úgyhogy én lassan kezdem azt gondolni, hogy lehet, hogy a betegség jó értelembe vett függő betegség közelébe kerülök, mert annyira színes és érdekes tartalmak, ami azt gondolom, hogy mondjuk egy rajztanárnak, egy történelemtanárnak, egy irodalomtanárnak, és egyre jobban látom ezt az oldalt is, hogy szeretnek és szükséges is bevonni izgalmas tartalmakat, mert azzal maximálisan egyetértek, hogy egy tanórán, meg egy tanár soha nem fog tudni a feje tetején olyan gyorsan pörögni, pláne, ha nem is olyan személyiségtípus, mint egy számítógépes játékban, de ami például itt is megvan nálatok, és a pedagógiai feladatokban is, az az önreflexió. És én szerintem az iszonyatos fontos az érdeklődés felkeltésben, a tudás elsajátításban, mert megnéz egy virtuális barangolást, egy beszélgetést, egy bármit, és az a halálboldog, és ott is megvan az a pici endorfin, hogy igen, jól válaszoltam, gyorsan, és jól, és tudom, hogy mennyire mélyül el benne, ezt nem tudom, de legalább kap egy olyan impulzust, mint mondjuk, hogyha valaki keresi a sportágát, és kipróbálja ezt is, meg azt is. Azért az a halmaz már, hogy ő a labdajátékok felé orientálódik, vagy mondjuk az ügyességi, más típusú sportok iránt, az itt is meg lesz, mint ahogy most is megkínáljuk ugye a május 6-ai eseményen őket történelemmel, irodalommal és művészettel. Tehát tematikusan szétválasztjuk a csoportokat, aztán kérdés, hogy ez most a tanár döntése, az iskola döntése lesz, hogy melyikbe neveznek be. De hát ott van több ezer virtuálisan elérhető múzeumpedagógiaja, ugye a Mozaik Múzeum túra oldalán. Tehát, hogy azt nem tudom, mennyire látod egyébként, hogy van nektek visszajelzésetek arról, hogy a tanárok ezeket mennyire használják, hogy ismerik-e. Van-e nyitottság már bennük? Akkor előbb erre válaszolok. Hasonlóan pozitív élmények. Az utóbbi fél évtized, most így fogalmazok, egyre intenzívebben érkeznek vissza a pozitív jelzések, igen, a pedagógusok közül. Igen, és
Szerintem itt persze korábban is voltak levelező listák, meg mentek a múzeumi hírlevelek, kimondottan pedagógusoknak készülő anyagokról, és voltak rendezvények, konferenciák, múzeumpedagógiai évnyitó volt, ez nagy hagyománnyal. De azt gondolom, hogy ez a kicsit kényszerű egymásra utaltság, ami a pandémia idejére korlátozott minket. Korlátozta az iskolákat, sajátos kihívást jelentett, fogalmazunk diplomatikusan, a múzeumoknak ugyanúgy, mint a pedagógusoknak. Uh-huh. És egyszerűen ez az egymásra utaltság, ez erősen segítette, hogy fölismerték azt, hogy mennyire tudnak támaszkodni és segíteni egymásra. A múzeumoknak jelezniük kell, hogy ő rájuk szükség van, a társadalmi hasznosságuk ezen a területen is kiteljesedett. A pedagógusok napi szinten találkoztak azzal, hogy kihívást jelentett, hogy ezek az órák működjenek, hogy az ismeretátadás, az oktatás hatékony legyen. Amikor, tehát én ugye említettem a Csángó Múzeumot, tehát ezek a léptékváltások, hogy valaki elmegy a Zabolai Múzeumot megnézi, eleve a természeti környezete, az épület jellege, az ott lévő természetközeli tárgyak, az anyagszerűség, és utána mondjuk elmegy Kismartonba, a Kastélymúzeum, hát ennél nagyobb civilizációs ugrást nehéz megtenni, és nagyon izgalmas hatást kell. Tehát, hogy ezek ugyanúgy életvilágok. Egykori életvilágok, amiket múzeumi közegként, interiőrberendezésekkel, tárgyhasználattal, nagyon izgalmas mélyfúrásokkal lehet a 21. század harmadik évtizedében serdülők korát élők számára is izgalmassá tenni. Nyilván szinte szégyeltem magam középiskolában történelem tanárként attól a helyzeti előnytől, hogy én pofátlanul meg tudtam azt tenni, amit a többi nagyszerűen felkészült történettanár kollégám nem, hogy bementem egy órát tartani, majd az óra egy bizonyos pontján, ja, benyújtam a zsebembe, és kivettem a múzeumból felhozott tárgyat, legyen ez régészeti, szóval ez egy aljas dolog volt a részemről, hát nyilván nem lehetett ezzel versenyezni, pláne ha olyat tudtam vinni, ami kézbe adható volt, tehát hogy nem egy egyedi olyan típusú műtárgy, ami egy sérülékeny, hát csókolom, melyik másik történettanárnak adatik meg. De kicsiben azt játszottam ott történettanárként, amit nagyban és profibban, és most virtuálisan a Mozaik Múzeum túra csinál. Mert lehetővé teszi, hogy a tanár benyúljon adott pillanatban a zsebébe, idézőjelben, és elővegye onnan akár egy egész múzeumot, vagy több múzeumot, most határon túli múzeumokat május 6-án. Tehát nem tudom, ez így válasz volt-e arra, amit felvetettél. Igen, én nagyon, nagyon köszönöm a megerősítést, mert mi is azt látjuk, tehát, hogy a digitális edukációs múzeumi óráknak ugye ez a negyedik, ez tulajdonképpen egy műfaj, a negyedik napja, amit az elmúlt egy évben csinálunk, és közel 1000 tanár, aki benevezi az osztályát, és most mindegy ugye, hogy online oktatásban vagyunk, vagy jelenlétiben, hiszen már azt is megtanulták a tanárok, és nagyon becsülöm őket, hogy ezt az egész helyzetet megoldották, hogy a tanterembe is ki lehet vetíteni a képernyőre, és hozhatok olyan tartalmat, és ahol te is mondtad, itt téridő, földrajzi hely, azért ugye Erdélyben vagyunk Zabolán, egy pár száz kilométert elugrunk Kismartonba, Burgerlandba, ha nem több, most nem tudom pontosan. Majdnem ezer, de hogy ugye mi végigjárjuk ezeket, akár említhetném Lendvát is, ahol a Lendvai Galéria Múzeummal forgattam, ahol meg például Zala György öröksége van, aki a Hősök terén levő mindenki számára ismert milleniumi emlékmű legtöbb részét alkotta, tervezte. Hát az egész történelmünk benne van, és annyira jó érzés volt a Lendvai Galéria Múzeum művészettörténészétől ezt hallani, mint kvázi határon túli magyar, aki ezt megélte, Lendvai születésű Zala György, és úgy mondta el a magyarságunkat, a magyar történelmünket, hogy ő fizikailag nem a határon belül van, de ugyanazt a nyelvet beszéli, ugyanazt a kultúrát fogyasztja. És ezt mondjuk ugye tematizáltan május 6-ára összetudtuk rakni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ismét azért ez a több tízezer diákkal is fogunk tudni játszani, és ott lesznek ezek a tartalmak továbbra is elérhetően. És aztán meg abban bízom, hogy nyitnak a múzeumok,
ugyan ti jövőre, de hogy nagyon sok mindenki már készül, és hogy azért csak valahol, ha nem is az iskolai évben, mert most nem tudom, mennyire lehet majd osztálykirándulásokat szervezni, de akár a nyárba valahogy a szülők is ezt beleteszik, mert annyira jó így együtt magunkba szívni a kultúrát, teljesen, teljesen más élmény. Egyetlen egy kérdés még így a végére, hogyha, de ha neked nincs olyan, amit még úgy szívesen megosztanál, hogy milyen, említetted az előbb a külföldi múzeumokat, jártál nyilván ezer felé. Oszd meg velünk egy olyan tapasztalatot, légy szíves. Tudom, hogy Erdélybe is sokat jártál. Hogy mik azok a kedvenc helyek, vagy sztorik, vagy történések a te életedből, ami mondjuk itt a határon túli magyar területeket érinti, akár múzeumot, akár amikor gyűjtő munkán voltatok, vagy felleltetek olyan dolgot, ami számodra egy ilyen ikonikus kincs volt. Volt egy ilyen. Ez nem könnyű dolog, tehát ugye tényleg elég sokféle ilyen típusú élményem, tapasztalatom gyűlt össze. Talán a... Hát igen. Talán az, ami így egy kicsit speciális, az az, amikor még a Skanzenban dolgoztam, és akkor már elindult a most épülő erdélyi épület együttes előkészítése. Ugye egy skanzenes tájegység előkészítése akár évtizedeket is igényel. Én is a 2000-es évek végén Hétfaluban, ugye ott Brassó mellett a egykor külön, aztán most egybeépült településen folytattam néprajzi kutatást, gyűjtést, választottuk ki azokat a házakat, amik majd ezt a hitelesen képviselve ezt az építkezést be tudják mutatni, és kutattam és vásároltam műtárgyakat, hogy majd a berendezés is legyen. És az a kutatás, amikor ott voltam, na most ez a Hétfalu, ez ugye ott van, tényleg a szélén Erdélynek a hétfalusi csángók, a megnevezés az ugye erre a népcsoportra is elsősorban amiatt volt, mert ők nagyon mozgékonyak voltak. Kihasználva azt, hogy a Kárpát, igen, átjártak ott, és elég meglepő, de nem egyszerűen kultúrák közötti közvetítő szerepet, hanem civilizációk közötti. Mert hogy az ortodoxia, a Mohamedán, az iszlám terület, és a nyugati kereszténység perem találkozási pontján voltak, egyébként ők maguk evangélikus többséggel, és ott volt egy német, egy szász város, ugye Brassó közelében, tehát ezek a hétfalusi csángók, ők eljártak a lovaskocsikkal fuvarozni Krakkóba, Bécsbe, Münchenbe jutottak, de ugyanígy jutottak Isztambulba, vagy egész keleti távoli helyekre. És közvetítettek kulturálisan, és megőrizték a magyar identitásukat ebben, ezen a peremvidéken, és megőrizték mind a mai napig, ugye most egy román állami felhatóság alatt. Tehát ott folytatva a terepmunkát, ezt a nagyon izgalmas közvetítő szerepet tudatosan fölvállaló közösséget kutatva, nem egy egyszerű dolog, hogy ezt hogyan lehet egy múzeumi kiállításon érzékeltetni. Tehát például ott nagyon gyorsan kiderült, hogy a 20. században ez a sokféle kataklizmán átment településen lakók közül például nagyon sokan vállalták, hogy Bukarestben cserétként dolgoztak a lányok, mert ők tudtak nyelveket. Tudtak németül, magyarul, románul, és ugye város mellett voltak, könnyen, gyorsan tanultak. Őket nagyon szeretik, vagy például egy időben a bukaresti taxisok nagyon nagy százaléka az hétfalusi magyar volt, mert ők voltak a vállalkozók kedve, az első autókat ők szerezték be, gyorsan, jól tájékozottak, a közlekedés számukra adott volt, bárkivel tudtak beszélni, de minden nyelvet ismertek, ami ott felmerült. Úgyhogy ezt a miközben hagyományőrző közösségként a magyar identitást ott a Kárpátok szélén is őrizték. És ezt egy múzeumi kiállításba bemutatni, tárgyakon keresztül, mi az, ami az életvilágban, a környezetben, a falakon, a bútorokon, a viseletben esetleg megőrződik, és mi az, amit meg már csak tudunk, és majd el kell tudnunk ismeretátadási programokon, múzeumpedagógiai rendezvényeken, mondjuk a jellegzetes borica táncnak a bemutatásával, ami ott egy ilyen nagyon speciális folklor elem, amint az megőrzése is egyáltalán az identitás kérdése, hogy ők ezt őrizték, és őrzik, és gyakorolják. Szóval talán ezt hoznám példának, ezt a távoli videót. És hozok egy nagyon még távolabbit, nem közvetlen határon túli,
de így a magyar közösséghez tartozik, hogy milyen például a diaszpórában volt alkalmam többször az Egyesült Államokban ott bányászként idő, és nagyon nagy többségük hazajött, aztán voltak itt az első világháború, ott tartott, és a leszármazottak élnek, és az egykori bányász településeken, Pennsylvania mélyén, egy nagyon pici kis településen, Wintondale nevű egykori bányász településen kutattuk magyar származású életét, azzal a szándékkal, hogy majd a skanzenban bemutatunk ilyen típusú szórvány emléket, és mennyire szívszorító volt, az előbb beszéltem, hogy milyen erős ugye a Brassók környéki étfalú, milyen szívszorító volt, mikor valaki, beszéltünk, tudtuk, hogy magyar felmenői vannak, és ő már azt mondta, hogy ő hogy már csak két szót tud, magyarul jó reggelt, húsleves. Tehát, hogy ő ennyit tudott magyarul, és ő neki ennyi volt már csak a kötődése. Tehát ez talán a két végpontja, ez időben és térben is más, mint a hétfalusi különböző fuvarosok, meg a pennsylvániai magyar bányászok, de valahol mind a kettő a magyar kultúra, a magyar identitás, és hát annak az örökség és érték megőrzésnek a jelképeként is értékelt, amiről mi beszélgettünk. Abszolút, sőt, ez nagyon rávilágít arra, ami feladatunk, ugye szülőként is, ha már felelős szülők iskolája, és tanárként is, hogy ne csak a lexikális tudást bővítsük, hanem ezt az egész életre nevelést. Szóval, hogy igen, és a pandémiás helyzet azt hiszem, hogy erre is megtanított a toleranciára, mert itt nagyon-nagyon különböző népcsoportok élnek együtt, nagyon különböző népszokások a más vallással, más nyelvvel. Én nagyon sokat tanultam Erdélybe is, de Szlovéniában, és olyan mondatokat, vagy olyan szó összetételeket, én soha nem használtam, de például a csángóknál nekem ez a, hogy onnan származott, hogy ők elcsángáltak arról a területről, hát ez egy életre a szívembe lopta magát, amikor a zabolaiakkal beszéltem. Szóval, hogy ilyen érdekességek szerintem azok, amik például a Mozaik Múzeum túrából elő fognak jönni, és ha egy-egy érdekesség így megragad a diákok fejében, szerintem akkor már egy ilyen, tulajdonképpen egy virtuális osztálykirándulást csináltunk a múzeumokban, még mielőtt ugye visszatérnének május 10-én az iskolába. És hát ugye a nemzeti összetartozás éve kapcsán ez a mottónk, végigjárjuk a határon túli területeket, a határon innen és a magyarság a közép. Úgyhogy május 6-án én is arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzanak hozzánk. Általános iskolák és középiskolák számára természetesen teljesen ingyenesen elérhetők majd a feladatok. És Lajos, neked meg nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy, széles, nagy totálban beszélgettünk erről. Ugye a nemzeti összetartozás éve, ha tőled azt kérdezném utolsóként, hogy mit jelent a nemzeti összetartozás szerinted, akkor mit mondanál? Húha! Azt a természetes közeget, ahol a legotthonosabban, legnagyobb biztonságban érezzük magunkat. Tehát azt a közösséget, amit önmagunk számára a legideálisabbnak gondolunk, ahol valóban önmagunk lehetünk, és önmagunk vagyunk, és közösek az értékeink, közösek a félelmeink akár, közösek az aggodalmaink is, és a sikereink is. Tehát valami ilyen komplex élmény ez, hogyha ezt hallom, ez az, ami így elsőnek felmerült bennem, és hát nyilván múzeumban dolgozva a közös értékek fölismertetése, fölismerés és megőrzése, és utána továbbadása. Az, amit én azt gondolom, hogy egy a nemzeti összetartozás évéhez is kapcsolódva küldetésként indokot megfogalmazni. Nagyon szépen köszönöm. Én a közös felelősségünket, hogyha egy zárójelbe hozzátenném, hogy felelősségünk ezt szülőként, felnőttként a gyerekeknek megtanítani, tanároknak megmutatni, és a múzeumpedagógusoknak is nagyon köszönöm, hogy ebben együttműködnek, és színesítik azt a tudás élményanyagot, amiben dolgozhatunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Lajos, a beszélgetést. Remélem, hogy tovább innen folytatjuk. Én is nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok, szervusz! Köszönöm szépen!